Réti Pál esete az ásítóinassal. Hatalmas tömeg avatta az új hidat a Munkácsi Feszten. Tűzben égtek. Ismét fáklyás felvonulással indult el a Garabonciás Napok programja. A hajrában fordítottak a listavezető ellen, a Szentlőrincet verte meg az Előre. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Munkácsi Mihály születésének 180. évfordulója tiszteletére 4 napos fesztivált rendeztek Békés Csabán. Az eseménysorozat kiemelt elemeként péntek este felavatták a Munkácsi kulturális negyed utolsó hídját, valamint az ásító inas alapján készült köztéri szobrot. Az ünnepségen a Körösparti Vasutas Koncert fúvós zenekar és a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület szórakoztatta az érdeklődőket. Szarvas Péter polgármester beszédében köszönetét fejezte ki a városfejlesztési, a tervező, a kivitelező és a műszaki ellenőr cég dolgozóinak munkájáért, illetve a békéscsabai lakosságnak a türelemért. Szinte lehetett hallani az elmúlt egy hétben a csabaiak százainak, de nyugodtan merem mondani ezreinek a szívdobbanását, ami abból adódott, hogy minden akadály elhárult azelől, hogy itt a Deák utcát és a József Attila utcát összekötő híd avatása megtörténhessen. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy bár várni kellett a hídra, de most, hogy elkészült, mindenki büszke lehet rá. Amikor el lett bontva bő egy esztendővel ezelőtt, akkor szinte minden csabai hiányolta, hiszen az elmúlt évtizedekben szerves részévé vált a békéscsabai kerékpáros és gyalogos közlekedésnek. És most, hogy ez az új híd elkészül, azt hiszem, hogy egy olyan alkalmatossággal leszünk, beljebb Békéscsabán a közlekedést illetően, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Az eseményen részt vett a Gál Ferenc Egyetem rektora is, akinek szép apja volt a híd névadója, a helyi kórházat megalapító orvos. Sváb földről települtek először Szarvasra, és utána az orvos egyetemet, amikor elvégezte, utána Békés Csaba hívta, mint helyi tiszti orvost, és akkor ő a kórház megalapításába, meg hát utána évtizedekig itt dolgozott. A hagyományok szerint bőséget és szerencsét hozó hordogurítással avatták fel a Réti Pál hidat. Majd a hídfőnél márványpadon ülő ásító inast is leleplezték. Tulajdonképpen nem szerettem volna ragaszkodni magához a festményhez, nem is lehetséges és talán indokolatlan is újra gyártani térben ezt a dolgot. Az alapötlet az volt, hogy a központi figurát, mint egy emblematikus elemet kiemeljük, és beletesszük egy olyan környezetbe, ami egy kortárs mai környezet, picit modernebb a pad vagy posztamens is, amire támaszkodik. A Mihály naphoz kapcsolódóan az asztalos inas éveit Békés Csabán töltő festőművészt 4 napos fesztivállal köszöntötték. Különösen kiemelt hangsúllyal kezelünk, hiszen születésének 180. évfordulója is van. Így ez a hétvége róla szól, arról a életműről, arról a kötődésről, amely alapján mi azt mondjuk, hogy Békés Csaba Munkácsi városa. Péntek este a múzeum homlokzatára vetített fényfestést is megtekinthették az érdeklődők, de a Munkácsi Feszten volt középiskolásoknak szóló flashmob, új relikviák átadása a múzeumban, színházi bemutató, és vasárnap estig még több olyan program várta a Békés Csabára látogatókat, amely segítségével minden korosztállyal szeretnék megismertetni a festőművész életét és munkásságát. Hosszú sorok és könyvektől roskadó standok fogadták az érdeklődőket a Békés megyei könyvtár előtt szombat délután, ahol elsősorban használt kötetek találhattak új gazdára. Az idei rendezvényen a korábbi évekhez hasonlóan mintegy 40 asztalt helyeztek ki. A szervezők örömére egyre többen érkeznek és válogatnak a könyvek közül. Kidobni nem szeretünk könyvet, úgyhogy biztos van, találunk olyat, aki szívesen olvassa pont ezeket a könyveket. Első alkalommal vagyunk itt sajnos, mert az egyetem miatt eddig nem tudtunk kijönni, de mindig lestem az időpontokat hátra, és most már végre végeztünk, úgyhogy el tudtunk jönni. Igazából azért jöttünk, hogy
a kedvenc könyveim gazdára találjanak, és más is örömet lejön az olvasásban. A könyvek mellett süteményeket is árultak, az abból befolyó összeget pedig jótékony célra fordítják. A 6. Csabai könyvbörzén számos civil szervezet és önkéntes jelent meg. Garai Éva, az esemény civil szervezője elmondta, idén már 20 közösségi szolgálatos diák is csatlakozott az eseményhez, melynek célja, hogy a mai elektronikus világban se felejtsük el a kézzel fogható könyvek értékét. Ez nekünk fontos, hiszen mindenki szereti a könyveket, és fontos az, hogy ezek a könyvek tényleg új gazdát találjanak, és ne a szeméttelepen, vagy a kályhában, vagy rosszabb esetben a szemetes kukába kerüljenek. A könyvbörze mellett a könyvtár digi laborjában a kisebbek mesélhettek Lego és a technika segítségével. A foglalkozást Kertész Zoltán igazgató helyettes vezette. Ez egy legós foglalkozás, ahol képregényt kell készíteni. Van egy történet, ami Munkácsi Mihályhoz kapcsolódik. Itt a 180. születésnapi alkalomból hoztuk ezt a gyerekeknek, és arról szól, arról a kellemetlen élményről, amit át kellett neki élni, amikor itt lakott Békés Csabán, és megtámadták a nevelőszüleit a betyárok. A megépített jeleneteket a gyerekek lefotózták, és képregényt készítettek belőle, így elmesélve a történetet. A programot már több mint 10 alkalommal rendezték meg, amelyre folyamatos az érdeklődés a gyerekek és a szülők részéről. A Munkácsi Mihály Múzeumban mutatták be a Bárka folyóirat idei 5. számát szombat délután. A kiadvány minden rovatában a festőfejedelem művészetét járták körül. Dávid Péter a gyulai Karácsonyi János katolikus gimnázium tanára, de az oktatás mellett már közel 2 évtizede íróként is tevékenykedik. A legújabb Bárka folyóiratban is jelent meg műve, amelyet Munkácsi Mihály Ecce Homo című festménye inspirált. Az életével kapcsolatban is voltak jó ötleteim, de tudtam, hogy azt inkább nem merem bevállalni, mert hogy művészettörténészek is vannak a csapatban, meg ilyenek, úgyhogy inkább olyat szerettem volna, ahol valami személyes véleményt fogalmazok meg egy Munkácsi művel kapcsolatban, és akkor ránéztem az Ecce Homo-ra, és rögtön beugrott, hogy akkor mit kéne írni, úgyhogy ez sikerült így ihletet merítenem. A Bárka irodalmi folyóirat már 1993 óta biztosít lehetőséget a Békés vármegyei írók, költők bemutatkozására. Elek Tibor főszerkesztő szerint az idei 5. szám kifejezetten Munkácsi Mihály köré épült, mivel a lap minden rovata a festőművész művészetével, munkásságával foglalkozik. A tanulmány rovatba is 5-6 tanulmány foglalkozik Munkácsi művészetével, Békés Csabával, a Munkácsi negyedet is bemutatja Varga Tamás. Ebben a számban közöljük Zalán Tibornak a legjobb drámáját, ami éppen ma is látható a Jókai Színházban, amit egy héttel ezelőtt mutattak be, ami Munkácsi és Jókai Mór képzeletbeli találkozásáról szól. Még a papírhajó rovatban, tehát a gyerekirodalmi rovatban is van egy Munkácsi mese, Kis Ottónak a meséje. A megnyitót követően a szövegek szerzői olvastak fel részleteket legújabb írásukból az érdeklődő közönségnek. Együtt alkottak épp társaikkal a pszichoszociális, mentális akadályozottsággal élők a Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma termében pénteken. A 24 órás Psziart művészeti maratonon a jótékony közös alkotás volt a középpontban. A Pszichárt művészeti maratont országosan 14. alkalommal rendezik meg, Békés Csaba első alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. A résztvevők a vármegye számos pontjáról érkeztek. Volt, aki az egészség és szociális tudományi kar hallgatójaként jött az eseményre, ezzel is mutatva, hogy mit képvisel az egyetem. Én azért érkeztem a mai napra, mivel a Gál Ferenc Egyetem hallgatója vagyok Gyulán. Egyébként nem vagyunk művészek, itt vagyok az egyik hőtársammal, és őszintén mi a dékán úr miatt jöttünk, mert tudtuk, hogy részese volt a megszervezésben, ezért szeretünk volna mi is képviseltetni magunkat, mint a Gál Ferenc Egyetem hallgatói. A legtöbben nagy örömmel fogadták a 24 órán keresztül tartó lehetőséget. Kevés hely, meg lehetőség van arra, hogy a mozgássérültek egy kicsit emberek közt lehessenek, meg pszichiátriai beteg is vagyok, tehát nehezebben fogadják el őket, itt viszont senki meg nem kérdezte, szabadon jöhettem, festegethettem.
Békés Csabán a dr. Bali Hermina Alapítvány vállalta fel a rendezvény megszervezését és lebonyolítását. A cél itt is ugyanaz, a stigmák lebontása volt. A rendezvény célja tulajdonképpen egy stigmacsökkentés, egy tapasztalás útján ismeret átadás arról, hogy a pszichiátriai betegek köztünk élnek, de sokszor ezt tabuként kezeljük, nem beszélünk erről. Talán félünk is attól, hogy kiderül az, hogyha valaki pszichiátriai betegségére, hogyan kezeljük, hogyan viszonyuljunk hozzá. A művészet ez egy olyan közös nyelv lehet, amiben egészséges és pszichoszociális nehézséggel együtt élő emberek egy térben alkothatnak, kapcsolódhatnak. Dr. Vince Gábor, a dr. Bali Hermina Alapítvány kuratóriumi tagja, a Gál Ferenc Egyetem dékánja a megnyitón kiemelte, hogy az eseményt egy csoportterápiának és remek rekreációnak lehet tekinteni. A rekreáció minden embernél működik. Nem véletlenül jár, az egészséges ember is múzeumban képeket néz, az egészséges és a beteg ember is ugyanazt a színházi előadást nézi meg, és ez terápiás értékű művészetterápia, és ugyanazt a könyvet olvassa el biblioterápiában. Tehát egyformán hat a beteg és egészséges emberre, és a rekreációt segíti a művészeteknek minden ága, minden területe, hiszen ezeken a területeken minden ember egyforma. A 24 óra alatt megjelentek nagyon vegyes közegekből, vegyes társaságokból érkeztek, de együtt dolgozva mutatták meg, hogy mindnyájan csak emberek és tudnak egy közösséget alkotni. Ahogy három évtizede mindig, idén is fáklyás felvonulással indult vasárnap a 32. Csabai Garabonciás napok. A közel egyhetes rendezvény sorozat végén csütörtökön dől el, hogy ki lesz a város új diákpolgármestere. A több ezer diák dob és dudaszóval, valamint az iskolák rigmusaival vonulva biztatta saját jelöltjét, és vonult a Korzó tértől a Szent István tér felé vasárnap este. Az idei fesztiválon 7 jelölt méri összetudását, és küzd meg a diák polgármesteri címért. Nehéz itt állni, tavaly egy éve téttel álltam itt, most tét nélkül állok itt. Úgyhogy remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni ezen egy héten. Az esemény megnyitóján először Hajdú János, jelenlegi diákpolgármester osztotta meg az elmúlt év tapasztalatait, majd Szarvas Péter, Békés Csaba polgármestere köszöntötte a diákokat. Hadd mondjam el nektek, hogy csabaiak, mindig tudunk sok dologra büszkéknek lenni. Miénk az ország legnagyobb gasztrofesztiválja, a Csabai Kolbász nevét viselő Kolbászfesztivál. Magyarországon a legtöbb híd Békés Csabán van. A legjobb női röplabda csapat itt van Békés Csabán, és a Garabonciás napok Magyarország legnagyobb, legstabilabb középiskolás rendezvénye. Ez nektek köszönhető! Fodor József, a Csabai Garabonciás napok főszervezője elmondta, az elmúlt három évtizedben jelentősen megváltozott a középiskolás fiatalok hozzáállása a rendezvényhez, hiszen komoly munkát fektetnek az előkészületekbe és a kampányba. 32 éve önfeledten szórakoznak, ünnepelnek, és baromi sokat dolgoznak. Tehát, hogy ők készülnek erre, hogy diákpolgármester választás lesz, összedobják a saját kampányprogramjukat, kampánystábot építenek föl, megszervezik a saját menedzsmentjüket, a saját finanszírozásukat, és amikor vége a garabonciásnak, most pénteken, hétvégén buliznak, meg bánkódnak, vagy szomorkodnak, meg kiélvezik a győzelmet esetleg, és hétfőtől meg készülnek a jövő évire. A köszöntők után bemutatkoztak az induló iskolák diák polgármester jelöltjei. Majd Danny Better buliával indult el a közel egyhetes programsorozat. Nagyon-nagyon sokat készültünk, és mindannyian nagyon vártuk már, hogy itt lássuk, és egy kicsit hihetetlen is, hogy végre itt vagyunk, és átélhetjük ezt így egyben. Számomra is egy picit elképesztő, mert tényleg szerintem mindenki kidolgozta belét is, úgyhogy nagyon jó érzés és nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen stábban lehetek itt. Az iskolánk nagyon készült. Testvéreim stábosok, ők minden hétvégén, minden délután ott voltak, készültek, oda tették magukat. A Csabai Garabonciás napok kedden egyéni kampányrendezvényekkel és koncertekkel, majd szerdán középiskolai sportparádéval folytatódik, végül csütörtökön a diák polgármester választással zárul.
Önkéntes véradást tartott a 32. garabonciás napok szervezőstábja a Békés Csabai területi vérellátóban hétfőn délelőtt. Az eseménnyel a diákok figyelmét szeretnék felhívni a véradás jelentőségére. Én szerintem a 32. garabonciás napok felhívására érkezett tanuló Pandúr Dávid számára nem ismeretlen a Békés Csabai területi vérellátó munkája. Édesanyja már több mint 50-szeres véradó, megjelenésével pedig iskolája a Békés Csabai Cvak József Technikum kampányát szeretné támogatni. Régen is terveztem én, vagy hát a múlt héten, de mondták, hogy a garázsok szervezik, akkor mondom, inkább eljövök most. Csak is az iskoláit támogatom valószínűleg ezzel, hogy a Kerének a nevébe jöttem vért adni. A diáknapok szervezőstábja fontosnak tartja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a közteherviselés fogalmával és fontosságával. Szerintem nagyon fontos, és a szervezők is úgy gondolják, hogy a diákokba értéket csempészünk, miközben jól érzik magukat. Szeretnénk, hogyha felfognák a jelentőségét annak, hogy segíthetünk másokon, és segítünk is másokon, és ennek egy nagyon alkalmas formája az, hogy valaki vért ad. Ezért szerintem egy nagyon jó kezdeményezés az, hogy akár fiatal korban az éppen 18 évesek kezdjenek el vért adni, és később akár ez rendszeressé váljon, és az első emlékük akár a garához köthető legyen. A Csabai Garabonciás Napok ideje alatt a Békés Csabai területi vérellátó munkatársai minden hétköznap reggel 9 órától este 6 óráig várják az önkéntes véradókat Gyulai úti központjukban. Megnyerte utolsó felkészülési mérkőzését a női röplabda extraligában szereplő MBH Békés Csaba. Tóth Gábor együttese pénteken 5 szedben nyert hazai pályán a román bajnokság élmezőnyéhez tartozó Lugos ellen. A két csapat korábban már 2-szer találkozott a felkészülés alatt. Nyíregyházán, majd Romániában is a lugosiak nyertek, így a csabaiak visszavágásra készültek. Az első szett számos fordulatot hozott. A hajrában a kék-fehér szerelésben pályára lépő házigazda ugyan 23-21-re vezetett, de az utolsó 4 pont a románoké volt, akik így vezetést szereztek. A BRS-e a térfélcsere után nagy hátrányból állt fel, Tóth Gábor bátran cserélt és a fiatalok is lendületet hoztak a játékba. A hazai együttes 25-23-mal kiegyenlítette a mérkőzés állását. A harmadik játékrészben a csabaiak tartották a ritmust, a vendégeknek szinte esélye sem volt. 25-18-al már BRS-e vezetést mutatott az eredményjelző. A negyedik etapban ismét a lugosiak irányítottak, bár a végjáték újra szoros lett, a vendégek 26-24-jel egalizáltak, így jöhetett a mindent eldöntő ötödik játszma. Az utolsó szedben már nem volt kérdés, hogy ki a jobb. A házigazda 15-9-el lezárta, és 3-2-re megnyerte az összecsapást. Én nagyon jól éreztem magamat, nagyon örültem a lehetőségnek, és szerintem az összes fiatal nagyon örült neki, hisz most kaptunk először így nagyobb játék lehetőséget. Nagyon jó volt a hangulat, mind a csapattársaktól, mind a szurkolóktól, szóval nagyon jó volt, nagyon élveztük. Tóth Gábor vezetőedző szerint ez a győzelem igazi csapatmunka volt, ami nagyon jó jel. Azonban messze menő következtetést nem szabad levonni, hiszen ez még egy felkészülési mérkőzés volt. Amikor nyerni kell, akkor fel kell tenni az ír azt a bizonyos pontot. Ez nem sikerült az első szedben, ez nyilván rányomta a bélyegét rögtön a másodikra is. Viszont hát azt hiszem, hogy nem véletlenül hívnak minket akadémiának, hiszen a fiataljaink remekül szálltak be a játékba. És nem csak, hogy életbe tartották a csapatot, hanem a győzelem szélére vitték egyenesen. Aztán pedig jöttek vissza a rutinos játékosok, akik pedig megnyerték a mérkőzést. A csabai együttes pénteken már bajnoki mérkőzésen lép pályára. Az első ellenfél a Fatum Nyíregyháza lesz a Városi Sportcsarnokban. A listavezető Szent Lőrinc csapatát fogadta a tabella utolsó helyén álló Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó MB2 8. fordulójában vasárnap este. A találkozón a vendégcsapat 11-esből szerzett vezetést, de egy jó hajrával a hazaiak megfordították az eredményt. A mérkőzés első lehetőségét a fehérmezes Szent Lőrinc alakította ki a 8. percben, amikor Hajdú Roland lövését Uram János hárította.
A másik oldalon Szatmári István szabadrugása szállt el a bal felső sarok mellett a 10. percben. Szűk fél óra telt el, amikor Bőle Lukács próbálkozását a csabai kapusnak kellett hárítania. A 32. percben Bőle indította Tóth Gábor Kristófot, akinek kísérletét Uram védte. A második félidőt is a Szent Lőrinc kezdte veszélyesebben, az 55. percben Hajdú beadását követően Tóth Gábor az ötösről a kapu fölé lőtte a labdát. Az 59. percben megszerezhette volna a vezetést a Békés Csaba, Szatmári szabadrugása után Kovács visszatette a labdát Cékus Ádám elé, aki közelről a felső lécet találta el. A 68. percben Kuzma Hunor sárgalapot érően lökte fel a frissen beállt Jaroszláv Helest a 16-oson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-est Bőle Lukács értékesítette, ezzel előnybe került a lista vezető. A 83. percben közel volt a csabaiak egyenlítő találata, Tóth beadása után Mikló Roland találta el a keresztlécet, majd a kipattanó után Cékus lövését Gyurján Márton védte. 3 perccel később már örülhettek a csabai szurkolók, Szabó Bálint szabadrugása után a hosszú oldalon érkező Csató Martin kapásból a hálóba lőtt. Az előre a 91. percben a győzelmet érő gólt is megszerezte. Tóth Máté rúgta előre a labdát, Cékus a csereként beálló Sármány Kristóf felé fejelte a labdát, aki ballal 15 méterről a kapu közepébe lőtt, ezzel beállítva a 2-1-es végeredményt. Hát ilyen a foci, hiába játszottunk jobban, számos helyzetünk volt az első és a második fél időben is, kapussal szembe voltunk, azt belerúgtuk a kapusba, a másodikba meg az üres kapuba is fölé tudtuk rúgni, úgyhogy ahogy hátunk megvan a felelősség mindenkinek, úgy elől is, a csatároknak is, ez ilyen helyzeteket be kell rúgni, és akkor teljesen más a mérkőzés, hogy elmentünk volna több góllal is. Sajnos hátul most belehibáztunk, meg is büntetett minket. A Békés Csaba sikerével fellépett a tabella 12. helyére, míg a Szent Lőrinc visszacsúszott a második pozícióba. Óriási feszültség jött ki a játékosokból, most a meccs végén lehet látni és érezni, benne az öltözőben, hál' Istennek, eléggé kaotikus időszakon vagyunk túl, ezért voltak benne jó részek, kicsit jobb részek, meg rossz részek nagyon, ezért megviselte az öltözőt. Ez a győzelem remélem megfordítja most, hiszen azért bár nem mindig játszottunk jól ezen a mérkőzésen sem, de a végén azért azt gondolom, hogy kitettük a szívünket a pályára, rúgtunk 2 kapufát, rúgtunk 2 gólt, végre egy pici szerencsénk már a vége nekünk is volt. A Lilák legközelebb október 6-án a Kazincbarcika otthonában lépnek pályára a bajnokságban. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!